Mi kell ahhoz, hogy úgy írj egy történelmi eseményről, hogy nem is róla írsz? Egy mesébe illő szerelmi történet, egy kis mitológia, egy kis valós történelmi háttér, és bam, megszületik a nagyenyedi két fűzfa. Oké. Jókai Mor nevének hallatára rögtön a szemeink előtt lebeghet iskolás éveink megkeserítője, a kőszívű ember fiai, és sokan még az aranyemberrel is hadilábon állnak. Emlegethetünk humorral átitatott elbeszélést, vagy kitérhetünk a jókai karakterek lélektani összetettségére, de mégis mitől válhat érdekessé, vagy egyáltalán hogyan vehet rá az elolvasásra egy olyan novella, aminek már az archaikus fogalmazásmódja is annyira taszító, hogy hamarabb kiszámolnád a könyveid dőlés szögét a polcon, vagy lefutnál egy maratont. Na, azért ennyire nem hajmeresztő a helyzet. És persze, ezek csak általános hozzáállások, de pont ezért nézzük meg, hogyan lehet young adult sztorit írni kurucokkal és labancokkal karöltve. Jókai egy vérbeli troll volt. Komolytalanul írt, nagyon is komoly témákról. De hogy lehet ezt bizonyítani? Történetünk a nagyenyedi fiú kollégiumból indul, az intézmény élén a nagy tiszteletű Tordai Szabó Gerzson úrral, aki a tudományok magasfokú művelése mellett a jó erkölcsök fáradhatatlan oltalmazója. Azonban tanítványai kedvéért még a történelmet is képes meghamisítani, főleg a nagyhírű nőket, mint Kleopátra és Szemiramisz, utálat tárgyaként igyekszik feltüntetni. De még mielőtt elkönyvelnénk nőgyűlölőnek drága professzorunkat, érdemes megjegyezni, hogy van bizony egy, a diákokkal közel azonos korban lévő lánya, Klárika. Persze a professzor világnézete nem győzi meg a diákokat, a két kedvencet, Zetelaki Józsefet és Karassiai Áront is beleértve. Ők tökéletes ellentétei egymásnak. Józsefet egy ártatlan, lányarcú jámbor, nyegle 17 évesként ismerjük meg, aki osztályelsőként még költő is, és ráadásul több nyelven beszél folyékonyan. Áron vele szemben nem a legélesebb kis, ám annál erősebb és markánsabb testalkatú, de mielőtt még egy Jacob Black kinézetű macsó jelenne meg a képzeletünkben, stop! Áron nem verekszik és küzd szerelmekért. Inkább Herkuleshez hasonló jellem, nem hiába játszotta ő a filmadaptációba is átültetett színdarabban Herkulest, Zetelaki pedig az ő feleségét. Még hogy él lány. Látszólag semmi érdekes nem történik. Ezek az erkölcsös fiatalok oda és vissza vannak a tudományokért, ezt már tudjuk. De azért az már mégiscsak túlzás, hogy nappal is a csillagvizsgálóban töltik az idejüket. Főleg úgy, hogy a távcső nem is felfelé irányul. Itt jön a képbe a gyönyörű Klárika, Zetelaki nagy szerelme. Annyira elbűvöli az ifjút a lány szépsége, hogy még verset is ír neki. És mit tesz egy jó barát, aki látja a másikon, hogy Fülig szerelmes? Megoldja a helyzetet! Sancho Panza módjára segíti a szerelmes lovagot. Mennyivel könnyebb lett volna csak instán egy üzenetet dobni annál, hogy falakon átmászva a tövises rózsa közé kelljen dugni egy levelet, majd visszamászni az épületbe úgy, hogy véletlenül se bukj le. Igen, jól gondoljátok, a történet elég kiszámítható, a versezet végül az édesapa kezébe jut. Annyira viszont mégsem kiszámítható, hisz Tordai nem tűnik igazán dühösnek, sőt, mintha örülne is, hogy József az, aki szemet vetett a lányra. De mint minden mesében, a fiúnak itt is ki kell állnia a próbákat a szeretett lányért. Ezen a ponton rá is térhetünk a kis történelmi csavarra. Az események 1704-ben történtek. Kurucok és labancok felváltva uraskodtak Enyeden, olyan gyakorisággal váltva egymást, hogy sokszor a lakosok nem tudták őket megkülönböztetni. Hogy hiteles legyen ez a történelmi háttér, Jókai egy híres históriásra, Cserei Mihályra igyekszik támaszkodni. Felmerülhet bennünk a kérdés, hogy akkor ez most történelmi novella? Nem. A nagyobb része fikció, és Jókai az archaikus fogalmazással, a szövegben elvetett utalásokkal csak úgy tünteti fel magát, mintha ő maga is históriásként írná ezt a legendát. A labancok sajátossága volt, hogy neveiket nyelvtörő szinten elváltoztatták.
Ilyen síralmasan, nevetséges és félig meddig véres alakként vonul be Trajcik Fritzig és Bórenbuk Labanc főnök enyedre. Hogyan tedd a történetet még paradisztikusabbá? Emelj be eposzi kellékeket, például a seregszemlét, a rendkívüli hőst, vagy éppen a rendkívüli témát. A labancok seregét szedett-vedett társaságként írja le Trajcik Fritziget pompázatos kinézetével és Bórenbukot, a trabális, mészáros legényt, aki nem a pompától, hanem a szennytől csillog. Velük szemben állnak a lakosok, köztük a diákok, fűzfahúságokkal a kezükben, mert Tordai nem engedte harcba őket, viszont valahogyan meg kellett oldani, hogy egy nemes ügyért tehessenek. A labanc sereg érkeztét Klárika jelzi, aki az adrenalintól felindulva úgy meghúzza a harangot, ahogy azt soha nem néznétek ki belőle. Aztán meg Trajcik Fritzig jól elrabolja. Ez a jelenet máshonnan is ismerős lehet, például a János Vitézből. Mielőtt még megijednénk, hogy itt vége is a történetnek, Zetelaki és Karassiai a nyomába erednek a labanc főnököknek. A kettős teher alatt vágtató lovat gyalogszerrel utolérik. Nem furcsa ez egy kicsit? Még abszurdabb, hogy Áron körülbelül puszta kézzel és egy fűzfadoronggal győzi le a vele tökéletesen párhuzamba állítható trabális Bórenbukot, a nyegle kis Zetelaki pedig ugyanígy egy fűzfahúsánggal intézi el a szerelmét elrabló Trajcik Fritziget. Innen is származik a cím, a nagy egyedi két fűzfa, mert ezt a két híres húsángot szúrták le a Bérci patak partján, a kihajtott füzek pedig 150 évvel később is emlékeztetnek a dicső eseményekre. A történet hogyan is érhetne véget, ha nem úgy, hogy a szép lány kezét elnyeri a próbát kiálló hős ifjú? Az utolsó mondat így hangzik. Erős vár nekünk az Isten. Az elbeszélés során többször is találkozhatunk azzal, hogy az enyedi lakosokat Isten védelme alatt álló népként mutatja be az elbeszélő. Nem emlékeztethet ez véletlenül Zrínyi Miklós szigeti veszedelmére? Csak itt épp egy kisebb mérvű eseményt tesz történelmi jelentőségűvé. Oké. Meseszerűség, léptennyomon parodizálás, plusz keltsük egy történelmi novella látszatát a lehető legrégiesebben megírva, hogy szinte csak a tanult réteg érthesse a mitológiai utalásokkal együtt, de az nem lehet véletlen, hogy egy ilyen novellát ír meg az 1848-49-es történések után gonosz, eltorzított németes nevű Habsburg-hű labancokkal, akiket ráadásul még meg is vernek csodás módon a magyar enyedi lakosok. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat. De csak hogy tudjátok, ezzel és az elkövetkezőkkel sem az a célom, hogy rátuszkoljam bárkire is az általam értelmezett, elemzett műveket, főleg, hogy most egy pároldalas műről van szó. Inkább egy másik nézőpontba szerettem volna betekintést nyújtani, és elkezdeni lebontogatni a jókairól élő általános képeket. Hiszen ne felejtsük el, hogy Szív Tipró írónk volt az, akinek a magyar képregényfordítás kezdete is a nevéhez fűződik, és maga is próbálkozott skiccek, illusztrációk készítésével. Ha esetleg elolvassátok, vagy olvastátok a nagyenyedi két fűzfát, bátran vegyétek kezetekbe a többi művét is, ahol humorból szintén nincs hiány, például az Emberek és kétlábú állatokban, a Részpataki lelkészben, vagy épp a személyes kedvencemben, a Kedves Atya fiakban. Még hogy él lány!